Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. az MD Média multidéző podcastje. Szeszélyes évszakok, Walt Disney bemutatja Friderikus show, szomszédok, uborka, x-szakták, vészhelyzet és a Dallas. Műsorok és sorozatok, amiken a 90-es években szórakoztunk, vagy éppen borzongtunk. Voltak tévébe mondók, esti mese és égből pottyant mesék. Ekkor kívánhattunk Trabantot vezető Hoffot és Batman jelmezes Pataki Attillát. A folyamatosan playbekelő fiúbandák évtizede volt, a Bravo tv és a Popcorn magaziné. Amikor még Liluta mélyucsik szöltöztette, a legjobb zenék pedig a Pepsi Generation Next a Z plusz sikerlistájában szóltak. És persze megérkeztek a kereskedelmi tévék, és velük a Sliders, a csillagapu vagy éppen a Star Trek az új nemzedék, és szemünk ismét a végtelen határok horizontjára mellett, hogy most visszatikinthessünk, elmúló fiatalságunk tévés élményeire. Erről szól a Retrozabálók harmadik része, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Köszöntöm állandó beszélgető társaimat, elsőként Farkas Katalin Milát. Szia, Mila! Sziasztok! És magyaros István, szia István! Sziasztok! Na 95-ben én 10, István 15, Mila pedig 7 éves voltál. Mi volt a legmeghatározóbb tévés élményetek a 90-es évek elején, közepén és végén? És amilyen cím csak eszétekbe jut, azt, azt mondjátok be. Csak helyezzük ezt el kontextusban. Tehát mondjuk kezdjük a, a 90-es évek korai éveinél be is dobok egyet, ugye Walt Disney bemutatja, illetve a családi mozi után a disney Igen, a disney is családi mozi délutánok, a Csizmás Kandúr, a Lion King, de az már a közepe volt. Aztán pedig az ilyenek jöttek be nekem nagyon, mint a Zorro, amit szintén a Disney készített egyébként, még az 50, nem is tudom, években, 58-ban. Xena, Herkules, elveszett erekék Én ilyeneken nőttem fel akkor. <laughs> Igen, de a legtöbb Emléked azért a második felétől az évtizednek és a vége, amit most így beidéztél, tehát Igen. még az elveszett az már TV2, tehát 97 mm -hmm. utáni a korai évekről van mondjuk, tehát mondjuk együtt néztétek a Friderikusot mondjuk otthon, vagy, 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 a három kívánság, vagy, vagy ezek, a, ezek, a, nagyon klasszikus még a már a rendszerváltás utáni idők, hiszen azért a 90-es évekről beszélünk, viszont még azért a kereskedelmi tévék indulása előtti, és oké, okay, már volt ilyen, hogy a három, meg később MSAT, meg Szív TV, meg Igen. szóval voltak azért tévécsatornák, később a TV3 is elindult, de ezek a, az azt megelőző, azt megelőző évek. Megfogtál, szerintem, amire leginkább emlékszem, az a TV maci, így <laughs> óvodásként, úgyhogy azt biztos mindig láttam és együtt néztem a családdal. Jamie és a csodalámpa. Az most így nem ugrik be. pedig az egy nagyon kis aranyos brit mese volt. Tényleg? Majd rákeresek. Jamie and the Magic Torch. Volt egy olyan, ami ilyen éneklős gyerekzenei műsor, és a gyerekrajzokból csinálták meg az egész mesét. Égből potyan mesék. Az, 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 azt imádtam. Tágas andalog. Pontosan. az a te vagy, vagy, én vagyok. Utána Dédi? Á, de hogy, á, de hogy. Szerettem, Igen. Levente uh. Péter és Grillusz Vilmos, egy, egy, egy szóval legalább annyira fontos generációs élmény szerintem, mint amennyire mondjuk a Walt Disney bemutatja volt, még ha nem is annyira tudatos. Igen, és szerintem én nagyon szerettem benne azt, hogy nekem akkor úgy tűnt, hogy ott találják ki a történetet a rajzokból nyilván, de, de én ezt szeretetesen élveztem nézni, hogy konkrétan utána nyilván megrajzolták a gyerekek a kis rajzokat, aztán gondolom kibágták ezeket a rajzokat, vagy fogam sincs újra rajzolták, nem tudom, és akkor abból kreálták a kis kétdimenziós meséket ott a képernyőn, nekem, nekem az írtóra bejött. Ha hiszed, ha nem, én gyerekkoromban ezen gondolkodtam, hogy vajon hogy van, mert ugye ott a végén vissza is ragasszák, és azon gondolkodtam, hogy vajon úgy van-e fölvéve, vagy, vagy lefénymásolják egy színes fénymásolóval, és azt vágják ki. Ennyire nem vagy voltam okos, ez én sem okosságnak inkább ilyen kicsit szörszálhasogatásnak sajnos nekem a tévés élményeket nagyban elrontják ezek a gondolatok, hogy ha. mindig azt nézem, hogy vajon, mi, merre, hogy A Szakember bele. már gyerekként én, is kicsit. Kicsit, kicsit. De például, mielőtt István válaszolnál ezt így, csak zárójelben el kell mondanom, hogy szóval valahol azért ez az emberben benne van, a Miklós az öt éves interjú műsorban mesélte azt el, hogy ő emlékszik arra, hogy nekünk gyerekkorunkban volt saját újságunk, nekem az Adam Times című, hát ezt gondolhatjátok, itt kézzel írt Igen. írólapra, stb., de Egyrészt nem gondoltam, hogy a Miklós erre emlékszik, nem gondoltam, hogy bárki erről tud, már elfelejtettem ennek a, ennek a dolgait, de, de, emlékszem arra, hogy jó pár évvel később, amikor újra előjött ez, vagy talán még akkoriban már nem emlékszem rá, de úgy rá volt írva, hogy főszerkesztő Horváth nem Tamás, és egyszer azt mondta oh. a nagymamám, hogy hát ahhoz, hogy főszerkesztő legyél, nagyon sokat kell tanulnod. Hát két tanulságot mondtam le, nem kellett olyan sokat tanulnom hozzá, de, de azért ez egy ilyen érdekes, érdekes átívelő sztori az életemben, hogy azért valahol már az emberben tényleg benne van gyerekként az, hogy mivel szeretne foglalkozni, még akkor is, ha ez annyira nem testesül még meg, hiszen akkor még azért mit tudtunk a médiáról, vagy a mai ö, médiáról, médiapiaci helyzetről. Szóval István, neked mik voltak a meghatározó élményeid? Hát nem minden, amit mondtatok, tehát hogy ez a, ez a szép, hogy, hogy ahogy, ahogy beszélünk róla, úgy eszembe jut, mondjuk nekem a, a, a Disney-nél, ami nagyon bejött, ez a, 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 a kacsa mesék, a csipet csapat, meg a, meg a balu kapitány, tehát azok, azok, a, azok a mesék, azok valahogy uh, nagyon elkaptak engem, tehát nagyon tudtam őket. Igen, azt nagyon tudtam élvezni őket. A, az égből mesék, az nekem pont az volt, amit amiért nem tudtam, nem tudtam rajongani, nem tudtam szeretni. Ott van, tudom a a, a, a zenéjét, a, a bevezető a, a éneket, de most se tudnék végülni rész se belőle. Megmondom őszintén, az valahogy nekem az, az, az nem ment. Filmekből szinte minden, amit felsoroltál ott a, a felkonkba, tehát tényleg volt Dallas, mondjuk én az Izaura hisztériát, az meg lehet, hogy az azt hiszem a 90-es évek elején volt az is, ez amikor gyűjtöttek, hogy szegény, szegény rabszolgalányt, akkor végre fel lehessen szabadítani, de Jó, az persze, nem így volt, nem volt tehát. Gyűjtés, nem. Persze, tehát, hogy inkább lett belőle városi legenda, de hogy, hogy, hogy ezen, tehát tudom, hogy néztük. Ami nem volt meg viszont nekem, ez a nagy csatorna választék. Hiába indult el Magyarországon, lévén, hogy Romániában töltöttem a gyerekkoromat, ott nem volt örültünk, hogy, hogy, hogy megkaptuk helyi kábelszolgáltatótól, ami ott beindult a kereskedelmi csatornákat, tehát a, a magyar tévén, meg a Duna tévén kívül volt egy TV2, meg egy RTL, és baromi hepik voltunk, és csak újságokban meg így imitamot hallottunk arról, hogy hát ide át Magyarországon itt azért vannak ilyen extra tévék, meg, meg, zenecsatornák, meg Viva TV, meg ilyenek, ez csak ilyen legenda számban, mert náluk nem láttuk, nem tudtuk nézni, ha esetleg valaki járt rokonnál Magyarországon, és az mesélt róla, örültünk, de körülbelül ennyibe kimerült számunkra. Mi megmaradtunk a, a, ezeknél a, a nagy csatornáknál de ott viszont én is mindent faltam, tehát hogy én ilyen, ilyen főleg ami szórakoztatás volt, én mindent, tehát a szeszélyes évszakoktól a Friderikuszig, a Dálásztól a szomszédokig, mindegyiket, mindegyiket néztem valamilyen perverzoknál fogva. Szerintem amiatt is, mert hogy azért a 80-as években, tehát én 80-ban születtem, 89-ig nagyjából szinte semmi tévéhez nem jutottunk, a román tévének heti egyszer volt, azt hiszem, vagy kétszer adása, de ugye a magyar tévében se volt 89-ig túl sokszor, tehát nem volt minden nap adás. Tehát, hogy ott egy kicsit limitált volt, az ember pedig megörült neki, most aztán van minden, habzidőzsi, azt akkor fogyasztottam én is, amit csak lehetett. Hogy mi volt meghatározó? Nem tudnám megmondani. Mindenfélét fogyasztottam. Nagyon örültem, mikor science fiction fictionre találtam, tehát szerettem a sliders t szerettem a Star Trek-et, szerettem most meg se tudnám mondani, milyen, milyen ez a Xena, meg, meg, meg Herkules, meg ilyen vonal is megvolt, mondjuk ők minden csak nem science fiction, de nem tudnék most hirtelen, de biztos mondtok egy science fiction-t abból a periódusból, kérdezős, hogy tuti, hogy néztem, tuti, hogy láttam. Jó, mielőtt belemegyünk, mert azért a 90-es évek második felében már jobban elérhetőek voltak ilyen science fiction tartalmak, már a kereskedelmi tévék indulása után, még azért maradjunk így egy kicsit a, az évtized elején, mondjuk a, itt nyilván kikerülhetetlen, mi is beszéltünk már róla a kedvenc vagy a Disney délutáról, ugye a Walt Disney bemutatjáról. Melyik volt a kedvenc mesétek benne? Az abszolút kedvenc, ha most a kacsa mesék Csipet csapat, nehéz napok egy föld nevű bolygón, vagy bármi, mindegy, hogy élő szereplős vagy rajzfilm, de melyik volt az abszolút kedvencetek? Hát nálam Balú meg a csipet csapat fejfej -fej mellett nem tudnék, nem tudnék választani közülük mind a kettőt. Nagyon. Na, szerintem, igen, nekem is a Balú volt valószínűleg, de a kacsameséket is imádtam, szóval nehéz. nekem a kacsamesék és a csipet csapat. Na, akkor lefettük a teljes repertoárt, azt hiszem. Igen. A többiek köszönjük, hogy itt voltatok, tudod. Na, ha mondok néhány címet az évtizedből, akkor, akkor mit reagáltok rá? Mondjuk azt mondom, hogy mondjuk kamaszodó, kamaszadó, az az a kölyök idő. Fú, nem is emlékszem hmm. erre. Én nagyon nem értettem azt a műsort. Korábban láttam, mint hogy nekem szólt volna. De hogy akkor ez nekem azért egy kicsit kimaradt, mint a cimbora. Uh -huh. Cim -cim -cim -cimbora. Az is, az is túl, túl felnőttes volt, de például, ha emlékeztek ilyen, hogy csellengők. Igen, sokkoló. Ugye, az a, az a az a, az a millió, amit a, ami, ahogy egymás után az eltűnt gyerekek képeit láttuk, azért az gyerekkorban főleg elég sok volt, de szerintem ez felnőtt korban is mindenképpen az. Nekem nagyon hiányzik egy ilyen jellegű műsor. Szerintem a híradó előtt például nem az kéne, hogy még van 50 másodperc és beadunk egy reklámot, mert kell a pénz, mert kereskedelmi tévék vagyunk, hanem mondjuk a médiatörvény akár kötelezhetné is, hogy a híradó előtt egy percben az eltűnt akár gyerekeket mutatni kéne. Tudom, hogy ez nagyon demagóg és nem túl kapitalista hozzáállás, vagy nem tudom, de szerintem ezekkel jobban kéne foglalkozni az ilyen témákkal, akár ilyen erőltetett módon is. De mindegy, ennyit erről. De mondjuk azt mondom, hogy titokzatos aranyvárosok. Cities of Gold, ez egy azt hiszem, hogy spanyol rajzfilm volt, péntekenként 5 órakor ment a Magyar Televízió egyes programján, de akkor váltsunk egy esti mesére, Barba Papa. Az tuki volt. Megvan sajnos. Tralala megjött Barba Papa, megérkezett. <gül> <gül> és ha én kérdezek rajzfilmet, hogy hol, volt egyszer, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, a, és akkor pont, pont, pont itt lehetne az ember, a történelem, a tudomány, volt egy csomó belőle. Az jó az volt. Az élet az volt a legjobb, amikor igen? bent bennünk játszódott a vörösvérsejtek, meg, meg ilyesmi, nekem azt tetszik. Igen. És mindig volt a gonosz figurák. Bocsánat, az nem az élet, az az ember. Az hiszem. ember volt. Nem tudom már, mert az egyik a történelemmel foglalkozott, a másik meg a biológiával. De, 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 volt a tudományjal kapcsolatos, és azok nagyon jók voltak. Az, igen. Akkor nagyon sok mindent lehetett tanulni, tényleg szórakoztatóan. És valójában egy antológia sorozat volt. Hiszen ugyanazok a szereplők különböző. E, igen, 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 igen. Gyakorlatilag igen. És mindig ugyanazok a fejek voltak a gonoszak, meg ugyanak voltak a jók. És mindig ott volt aki szakállas csóka, ő volt mindig a, az a jóságos nagypapa, aki ottan a fiataloknak is mesélt, meg a, tehát az, az, nagyon Ő javaslja. volt az agy. Az igen, az igen, az igen. Hú, most rákerestem a titokzatos aranyvárosokra, és így már dereng, hogy látom a rajzokat. Na, ennyire, ennyire, vizuális ember vagyok, ebből is látszik. Hát jó, ilyen alapon a G.I. Joe is lehetne, tehát, hogy nekem az is egy ilyen fiú lévén egy... -nőcök. Oh, igen, az, az megvan. Denver az utolsó dinoszaurusz. Imáztam. Múltkor, tavaly vagy, tavaly vagy idén újra néztem, fönt van a letem. Én nem merem újra nézni őket, félek, hogy nem tetszene. Azt tudtátok, hogy a Denvernek a magyar hangja az a Csonka András volt? Csonka Pici? Tényleg. Aha. Sose kerestem rá, hogy ki volt, aki a hangokat adja. Meg, egy, meg volt már akkor is egy ilyen de én, ó, én, a szerepjátékos vonalam előjön, Dungeons and Dragons-os mese, és az akkoriban már szerintem szóval kijött. és sárkányok birodalma, erdőkerülő! Az az, az az, az. Na, én azt néztem, azt imádtam gyerekként, azt nagyon szerettem. Nem tudom, az hány, hány ma jött ki, de szerintem én talán kazettán láttam, és ha úgy volt meg. Igen, ez, a VHS korszaknak a... Emlékeztek egyébként, hogy ilyen rajzszímslágerek magyarul volt ilyen kazetta, mármint audio kazetta, Uh -huh, igen. Sok Hanna Barbara rajzfilm a videótékában. Jártatok videótékába amúgy? Na na, igen. És rárázza a fejét, még egy, még egy francos videó lejátszónk volt, tehát hogy nem sok értelme lett volna. De megmondom őszintén, a 90-es évek közepében nem tudnék, tehát nem nem rémlik ilyen emlék, hogy lett, tud, tudtam volna a városban, pedig nem kicsi város, tehát egy Debrecen méretű város volt, hogy lett volna videótéka, ahol be lehet menni kölcsönözni videót. Volt osztálytársam, akinek volt videó lejátszója, és akkor bent ez a cserélgetés. Tehát volt, hogy akkor neki is van, valahonnan szerzett egyet, kölcsön adta valakinek, a kapott egy másikat, de az, hogy eljárni videótékába, kivenni. Én amerikai filmekben láttam ilyet, hogy létezik ilyen, hogy bemész egy helyre, ahol ki lehet kölcsönözni videókat. Lehet, hogy nem tudod annyira pontosan megválaszolni ezt a kérdést, de ha mondjuk egy egy román nemzetiségű, vagy hogy mondjam, tehát egy román Igen. ember ülne itt most velünk szemben, és azt kérdezném tőle, hogy mik voltak a meghatározó élményei fiatalkorában ott Romániában, román anyanyelvüként, románként, akkor ő miket mondana? Tehát, hogy most a videótéka, alap, videótéka miatt jutott az eszembe, mert hogy itt szerintem a 90-es évek Magyarországán a videótéka biznisz és tékába járás, ez egy nagyon-nagyon meghatározó. Én nem találkoztam annyira vele, és <coughs> szerintem nem volt annyira elterjedt pont ez a része. Lehet, hogy amiatt is, mert a Romániában amúgy se divat a szinkron, tehát nem, voltak, nem volt értelme kiadni a filmeket olyan szinten videokazettán, moziba el tudtál menni, eredeti nyelv, román felirat, tehát ez volt a, a lehetőséged, én is jártam, tehát abban a, abban a, a periódusban. De egy videótékák a vége felé volt, hogy tehát tudok egyről, egy emlékszem, hogy volt egy ilyen, egy ilyen téka, ahol el lehetett menni, de nem tűnik, tehát én nekem nem rémlik, hogy ez egy, ez egy ennyire erősen jelenlévő dolog lett volna, valahogy ez minket el, ez lassabban indult be, szerintem lassabban tört be hozzánk ez a ez az audiovizuális történet, viszont már a DVD az meg extrém módon. Tehát, hogy ott meg nagyon hirtelen volt egy szerintem egy felfutás 90-es évek vége, amikor be, nem is tudom, hát ott van, vagy még a 2000-es évek elején volt már a, DVD korszak, az viszont letarolta. Tehát addigra volt mindenkinek és mindenki DVD lejátszó, tehát ezével videó lejátszóval nem találkoztam, gimibe se, osztálytársaknál egynél tudtam, hogy van. DVD, meg utána volt mindenkinek. Tehát hogy olyan érdekes volt, hogy, hogy, sokáig nem, 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 majd ilyen pff, robbanás nagyon, de már nem a kazettás, kazettás korszakba. Audiokazettákkal nem volt gond, olyan szempontból úgy lehetett találni, hogy ilyen Magyarországon megjelenteket, csempésztek idézőjelbe be, és akkor ilyen, ilyen, ilyen súfni sokszorosítással, fekete-fehér fénymásolt borítóban tudtad megvenni kvázi piacon, boltokban mi egymást. Tehát ilyen hivatalos dolgok el se jutottak hozzánk. Ilyen magyar kiadású, nagyon ritkán láttál olyat, amelyiken volt az a szép kis ilyen hologramos címkécske, ami jelölte, hogy ez egy eredeti kazetta, nem egy másolat. Nálunk a másolat dívott, de kaziba, nem, nem videóba az valahogy elkerült minket. Találkoztatok-e mondjuk a teletext szolgáltatással fiatal korotokban? Ugye a televízió egyes programján látható volt a képújság, így a híradó után minden délben, a déli harangszó után, uh, ilyen rövid összefoglaló, még mindig felre, felsejlik a fülemben a zenéje. azt hiszem egyszer vagy kétszer, tehát már a vége felé volt az, hogy megnyomtam a gombot, és ott tényleg volt valami, de nagyon csehül jött be, tehát hogy, hogy sokat kellett nagyon várni, hogy akár csak egy oldal is betöltődjön. Nem, nem volt olyan, és amikor meg a, tehát bejött a, a szolgáltató, az meg nem feltétlenül tolt mindent át, tehát hogy ő, új évekig úgy jöttek a magyar adók, hogy ő nem fizetett érte a, a magyar műsorszolgáltatónak, hanem egyszerűen csak fogta is vette az adást, majd tovább szórta mindenkinek pénzért, tehát hogy voltak itt ilyen érdekes dolgok, de akkor nem igazán volt teletextben benne, nem találkoztam vele, nagyon ritkán. Talán tényleg a műsorúság, mert ugye akkor még nem volt LPG, meg föl kellett a színes RTV-t, vagy a RTV részletes lapozni, hogy mi lesz a műsor. Vagy minden nap nézni kellett, és akkor megjegyezted. Nálatok volt ilyen, hogy bekarikáztátok ti, vagy a család tagotok, bármilyen családtagotok, hogy mit fog megnézni a követet. Mit tudom, a hétvégén megvették a következő heti rádióiságot, és akkor nem tudom, bekarikáz. Átok. nálunk ez szokás volt a családban. Nálunk nem, mi mit, ilyen, a szomszéd néha kölcsön kaptuk, hogy kölcsön kértük, és akkor megnéztük, hogy mi érdekel, de amúgy is a... teletext. Tele Sok, nem tudom megjegyezni, teletextet használtuk, igen. Pedig egyébként én egy csomót lógtam rajta, mert így érdekeltek akkor is így a dolgok, amiket így lehet, ilyen számítástechnikai menüsorok, effektek, imádtam így mahinálni mindennel, és akkor így csomót nézegettem, hogy milyen oldalak vannak rajta, amit lehet rajta olvasni. De voltak ilyen, mit, ilyen leírások a műsorokhoz, mindenféle dolgot beleépítettek egy időben. Nem, mi műsoriságot nem használtunk, azon, az nem nagyon volt, talán néha mondom, kölcsönkértük. De a szomszéd az rendszeresen csinált, és akkor kölcsön kaptuk, akkor mindig láttam, hogy ő mit néz. <laughs> Na, aztán ugye az évtized vége fele megvásárolták a TV3 Budapestet, és TV3 télen-nyáron lett belőle, aminek majd szerintem fogunk itt egy külön adást szentelni a retrozabálókban, de most azért menjünk rá erre, mert hogy azért ez egy olyan fajta televíziózást hozott el Magyarországra, ami előtte itt ismeretlen volt, és ráadásul nem is a Németországban megszokott mintákat követte, hanem valódi amerikai stílusú kábel TV lett, és nagyon sok olyan sorozat indult rajta, amit tényleg eddig még soha nem láttunk itthon. Ugye elindult például a Csillagkapu, Végtelen Határok, Alkonyzóna, a Star Trek, az eredeti sorozat is, és a Új Nemzedék első évadjai is a megszűnésig futottak, de nem tudom, említhetném még a Beverly Hills 92.10-et, a Place-t, a... Mm egy rémrendes családot, azt, azt hiszem, hogy mondtam is, azt hisz, a végtelen határokat, Outer Limits, fantasztikus volt, a Alkonyzóna. Um, Azt, igen, igen, igen. Szóval, hogy tele volt, tele volt hirtelen ránk szabadult mindenféle tartalom, és aztán néhány évvel később elindult a TV2 és a RTL klub is, ami azért ahhoz képest egy kicsit visszafogottabb országos kereskedelmi csatornákhoz idézőjelben méltó, százból egyes társai és, és kiskalózok Jónás Ritával hétvégenként, szóval beindult azért a nagyüzem a Konigunda útján lévő gyártóbázisban, meg a Róna utcában a Mafilmben, és akkor elindult a kereskedelmi televíziózás kora Magyarországon. Nektek erről milyen élményeitek vannak? Ja, és ugye ezzel paralel módon ráadásul a Magyar Televízió 2 programja az akkor MTV2 néven futott csatorna felkerült műholdra, tehát megszűnt az a lehetőség, hogy szabadon egy szoba antennával foghassuk a, a Magyar Televízió 2 annak a helyén indult el az RTL egyébként. És akkor így két, csat két közszolgálati csatorna helyett lett egy közszolgálati és, há és két kereskedelmi tévé. Volt például a tv 2 az indulásnál ilyen délutáni műsor, hogy Chips. Tényleg? És abban mi volt? Én erre például emlékszem. A Kovács Robi és talán a Szekeres Nóra, már nem emlékszem a lányra, a régi kölyök időből, de, de szóval elindult egyfajta változása a tévéműsorok kínálatában. Abszolút, és akkor én már idősebb voltam, úgyhogy ezekre a dolgokra már azért sokkal jobban emlékszem, és biztos, hogy, hogy nagyon sokat lógtam a TV3-on, mert, mert ilyeneket néztem, hogy Star Trek, meg Csillagkapu, úgyhogy ezeket, ezeket tuti, hogy, hogy éjjel-nappal faltam még a különböző fura új mesék, Cartoon Network, meg, meg, is társai, de voltak egyéb, itt én, a Szív azért még futott közben, nem Vagy a már nem futott? Volt még, volt még, és ugye az m már a 90-es évek végén napközben, napi 12 órán keresztül az, a, a Nickelodeon műsora ment, fantasztikus akkor ah, műsorokkal. Ilyen fecsegő tipegők, meg ilyeneket nézhettem akkoriban ezek szerint. Fecsegő tipegők volt a legrosszabb szerintem, tehát ott Zettel, a, volt az ilyen... a szuperhősös ilyen báb, Úristen, már nem tudom, volt benne az olvad Búvár, meg ilyen oh, zseniális volt. Úr. Én mondjuk a renész timpit, amik ilyen nagyon kultikus Nickelodeon rajz meg, a korai évekből, én azt nem szerettem mondjuk, de Clarissa, meg ilyenek. Meg... Clarissa, ezt akartam mondani, az már ment akkor. Megtaláltuk ott a, a tartalmunkat, tehát, de az már így nagyon a vége, és mondom, lehet, hogy már a 2000-es évek elején. Lehet. De hát aztán ugye, a, 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 ugye meg hát ugye az az elődje azért az A3 volt, ami ami sok fiataloknak szóló tartalmat kínált. Hát emlékezzük a music box, meg van biztos a hallgatóknak, meg van on éjjel nappal, meg előtte az A3-on, aztán később már önálló csatornaként is egy ilyen csatorna ahol 0 90 számon oh, kérheted a zenéket. Okay. és akkor, meg, üze, meg később aztán már ilyen SMS-fal is lett, és akkor lehetett üzengetni. Igen, hát, nálunk, nálunk egyébként az szólt, amikor gyerek voltam, és nálunk éjjel-nappal az Emszat szólt, mármint éjjel, amikor volt zene, úgy értve, mi arra aludtunk otthon, keltünk reggel a nyújt iskolába, és akkor szólt az Emszaton a Music Box. Ha, ez tök jó. István, neked milyen hasonló emlékeid nem vannak? Nem volt kábel tévénk, úgyhogy egyik se ezek közül a csatornák közül. Nem Na értem, de mondjuk de például mi volt a reggeli rutinotok? Tehát mondjuk én például emlékszem olyan reggeli rutinomra és a 90-es évekből, hogy szóltál, kosútadó, és akkor ott mindig volt a, nem tudom, a reggeli krónika, aztán mindig lement egy kinder reklám, kinder csakinak mondták a kinder csokit, és sosem értettem, hogy miért. Nem nagyon tudok ilyen reggeli rutint így, tehát nem volt, tehát ez a tévé nem volt divat bekapcsolni a tévét, csak azért, hogy valami zaj legyen a házban. Mondjuk ez most sem ániám, tehát én nem szeretem és nem értem azokat, akik, akik ahogy hazamennek, bekapcsolják a tévét, csak hogy menjen ott a háttérbe. Tehát nekem a tévé akkor kell, amikor meg akarok nézni valamit, azon kívül nem kapcsolom be semmi dolga neki bekapcsolva lenni. A, a rádió, de az is szerintem már a 2000-es évek legeleje talán, mikor, mikor elkezdődött a Balázsék, nem, még Bocskoréknak volt a Isten tudja, melyik rádiójukban, mert hogy őket még a legelejétől kezdve hallgattam, és akkor az volt reggelente, de akkor már tudom, hogy egyetemre jártam, de azért mondom, hogy 2001 környéke lehet, 2000-2001 ilyesmi, amikor, amikor volt már ilyen rutinom, hogy akkor reggelente, 5 órakor, 6-kor, amikor ő kezdődött a műsor, akkor bekapcsoltam a rádiót, aztán hagyd menjen, vagy éjszaka is, hogyha valamit hallgatni akartam, akkor az rádió volt, az semmiképpen nem tévé. Egy, hogy nem volt tévé a szobámban, amit néztem volna, tehát hogy egy tévé volt a lakásban, és az nem pont az én szobám volt. Érdekes módon. Úgyhogy uh, ilyenek nem voltak, meg a sok sorozat, amiket említettetek, én is láttam őket, de rendre majd akkor, amikor bekerültek a, a RTR-re vagy a TV2-re, vagy amikor beindult, a, meg a Bryce Filmeknél is, amikor ott meg, megjelentek ottani kábel-tv szolgáltatónál, megjelent a Cartoon Network, nekem az volt a nagy, a nagy, a, a, a nagy, tuti, a Dexter laboratóriumától elkezdve a, a Chicken és Kau, ami szerint egy a világ egyik legdebilebb rajzfilmje volt a Boci és Pipi, azt hiszem ez volt a magyar, Igen. magyar neve, senkit nem láttál, mindenkinek csak az embereknek csak a lábát láttad, és volt a piros seggű ördög, Igen. vagy milyen piros hátsójú ördög. De az egész piros voltam. Igen, 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 csak olyan extrémre volt rajzolva a, a hátsó fertája, mindig, ráz, rázogatta ott a fenekét. Tehát a tudom, nagyon, fenekét. Igen, nagyon, nagyon fura egy volt. Tehát meg a Powerpuff Girls, meg ezek voltak nekem, amik ilyen, mikor már Cartoon Network volt, a, amik úgy bejöttek, és nem tudom miért, pedig már nagy voltam, tehát ilyen 20 év körül jártam, vagy 18, és istenért néztem őket, de tudom, hogy ettől föl elcsábultam, és még, még bírtam. Ami nem volt, és pedig kultikus volt, de szerintem azért, mert nem, az MTV-n adták, és nekünk nem volt MTV-nk, az a Beavis and Butthead, amit nekem nem, nem, jutottam egyszerűen hozzá, és ezért csak ilyen pár részből pár dolgot láttam, és annyi, hogy nagy kultikus volt az az őrült röhögésük, az a két debilül egymásra. Kb. ennyit lehetett, ennyit tudtam az egész, hogy Beavis and Butthead az ilyen, de hogy nem, nem láthattam, mert nem volt nekünk olyan csatorna, ahol azt lehetett volna nézni mikor meg lett akkor már nem ment. Utána már nem érdekelt, tehát akkor már túl, túl voltam ezen, hogy hogy most csak azért visszanézzem, visszakeresem, és akkor elkezdjem. De sok ilyen nagy kult rajzfilm pont ezért kimaradt, tehát nekem nincs meg a Simpson család se, uh -huh. és nincs meg a, minek hívják ma, a South Park, ami az is szerintem a 90-es évek végén indult, már úgy emlékszem, hogy 20-akárhanyadik 20 évadnál jár az is, de hogy az, az nekem 30. kimaradt. 30-nál, igen. Azért mondom, akkor 90-es évek, az egy-az egyben, amikor az, akkor az, mikor azt csinálták. Dragonball, Candy Candy, az mondja, Dragon Grand Prix, és egyéb ilyen délutáni Sailor első csok, második csok, így van, meg a Sailor Moon. Meg van, mi, mi van meg nektek az RTL indulása utáni, délutáni meseblokkból? Hát ebből nekem az összes. Üh, igazából mindegyiket néztem, és láttam, és imádtam. A Sailor moon azt annyira, meg a Dragon Ball-t is, hogy, hogy a akkor legjobb barátnőmmel alapítottunk egy Sailor Moon klubot, akkoriban volt újság is, tehát ilyen megjelentek ezek a, a, ilyen, hát nem képregény formában, hanem az animéből, tehát magából a rajszínből kivágott képkockákból csinálták meg a képregény verziót itthon nálunk, és azokat lehetett venni, és azt lehetett beküldeni rajzokat, de ami még jobb volt, hogy lehetett levelező társakat találni. Úgyhogy gyűjtöttünk társakat a klubba, és csináltunk újságot is, és elosztogattuk, így árultuk, itt tudom én dolgokért. Hmm. Ez creepy, mi ez a hang. <laughs> Elment az úton egy motor. Ez nagyon creepy volt <laughs> nekem. Szóval mi még ilyet is csináltunk akkor, és akkor még ilyen 10-11-2 évesek voltunk a barátnőmmel. Úgyhogy igen, így küldözgettük az újságot az országon, szerte szét, sőt, még. Szatmár Németiben is volt levelező társam, tehát hogy így bárhonnan összeszedtünk így olyanokat, akikkel lehetett erről beszélgetni, megirogatni. Mi ezt nagyon élveztük. Ez nekünk tök izgalmas volt az időszak, hogy éneket lehetett csinálni. Ez tök érdekes egyébként én, amikor mm, apukám nézett velem mindenféle ö, filmeket már gyerekként is, én ovisként láttam az abigail például, tehát hogy még nem jártam suliba, és láttam az abigail a, hát azt a nem is tudom, 70-es évekbeli több hat epizódos film ö, feldolgozása. Hát, szóval az 80 már, de igen. Kovács Adél. Igen, igen, igen. És, ö, és, én nagyon megszerettem így a sulit, úgyhogy én alig vártam, hogy suliba kerülhessek, pedig ők már gimisek voltak szerintem. Sőt, biztos, hogy gimisek voltak. Vagy nyolcadikosok? Nem, nagyobbak, lányiskola, de úgy emlékszem, Nyolc... ugye, gimisek, az hát... már gimnáziumi időszak volt. Na mindegy, szóval én nagyon vártam, hogy suliba mersek. Nekem az volt a sulis Ilyen, ilyen, ilyen élmény, amit így nagyon szerettem így. Hát Szápol és Szápeti, Piff és Herkules, ezek a mesék meg vannak. Hát Na imádtam. Persze. Hát Szápol és Szápeti, Sharky and George, csodálatos. Hát az a főcím, a történetek, a, a felépített világ, a magyar szinkron Holosi Frigyessel és sajnos nem emlékszem, ki volt Szápeti, de hogy szóval fantasztikus, tehát a szápolés és Szápeti az az egyik legjobb mese a világon, azt csak azért nem kívánom, hogy felé leszék, mert úgyis csak elrontani lehetne. Lehetséges, de igen, abszolút emlékszem az egész opening, a zenére, meg a bevezetőre. A részekre már nem mindig annyira, volt bele bunyó azért rendesen, nem? Meg meg egy fotós hal, ezek az openingből vannak meg nagyon, hogy nagyon, <laughs> nagyon jó, jó sorű volt. Gonosztevő, gazhalak jön, száppali, Pali és, és meg, csinál, megharap, meg, harap, vagy, vagy meg... Vagy megragad. megragad. Simán, szaló, rabló jön, szápeti, a ez a tipikus, hogy gyerekként sosem értettük néha a szöveget. Tehát, de ne rá valamit, hogy de átéléssel így lehetett énekelni az éneket. Végtelenségig lehetne ezeket sorolni. Nem tudom, a, a, akkor szerintem már a 90-es évek vége felé, mikor bejöttek a kábelcsatornák, és akkor kezd volt egy ilyen, elkezdődtek a milyen magyar sorozatok, Kisváros, az, az nem még a 90-es évek vége? Most, hogy mondtad Holosi Frigyest, az nekem pont az ugrott be róla, mert abban, úgy emlékszem, hogy ő is egy ilyen nagy, fontosabb szerepe volt neki. A, tehát bejöttek ezek a magyar sorozatok is. De szomszédok, nyilván. Igen, de az olyan, az, olyan, az, olyan nagyon, az olyan nagyon szociál volt, míg ez a kisváros, itt már próbálták a nyugati stílusba be, behúzni, tehát ilyen nyugatiasan próbálták csinálni a dolgokat. Volt benne termékelhelyezés, rengeteg, a kisváros az egy időben, mint a Familia Kft. A másik <laughs> jó, jó, igen. Klasszikus. Eddig, eddig, eddig vagyok. Csak azt akartam mondani, hogy ne csak külföldi rajzfilmeket emlegessünk azért én imádtam gyerekként a Szafit. csodálatos, Mai napig nagyon szívesen megnézem bármikor, ha szembe az az jön. Az egyik legjobb talán. Igen, igen. Gyönyörű és, és írtó, vicces, nagyon humoros, elmés történet. A másik, ami... Érdekes, hogy azt láttam, de mindegy. Sárkányos a papucs, nem tudom, azt ismeritek el. Imádom, de... igen. Sok igen. dallal van, egy ilyen híres dal benne. Igen, az egy nagyon-nagyon humoros alkotás. Ezt szerintem inkább felnőttek értik, de a gyerekek is élvezik, mert azt amúgy vannak olyan elemek. Szem. Abszolút, de én gyerekként láttam, mert én mindent megnéztem gyerekként, még az x is. Tehát, hogy én ilyenekkel lógtam még ilyen tíz év alatt is simán meg az Ikol a bátorlovacska, szerintem az is talán magyar lehet, de én azt nagyon szerettem, meg az utolsó egy szarvú, ezek, ezek mind gyönyörű rajzok. Gondos bocsánat. Az is, az is. Hmm. Hát a gumimaci szörp, amit nálunk adták, meg lehetett kapni, nem tudom. Hát de a gumimacikban volt a gumimaci szörp. Ja, bocs, bocs, bocs. Az bocs. más, a, a csak az, az, amikor a gondos amikor gondos ott van a... Az a... E, igen, igen, az a... Sokkor... rajtuk van a kis... De az, magyar, az nem magyar Nem, nem, az nem magyar. és a gumimacik se az Disney volt, nem? Az igen az volt, ugye? De Mi azt is már... Vaj, azt, az nagyon szerettem. Meg Akkor biztos, vala, hogy is volt. Az, az, volt a legjobb benne, szegény Tó, de mindig belerúgtak, és mindig hűségesen attól is a de nem tudta kimondani, nem ő, ahogy a oh, hent. helyszegem. Én, igen. Jó, ó, szegény. Ingen, az, az egy olyan kis izé volt, kis szánalmas alak volt, de jól lehetett rajta szórakozni. Nem, nagyon sok jó film, meg sorozat, meg, meg mese volt akkoriban. Én azt érzem, hogy... És nem, nem okozott gondot, hogy mit nézzél, mert annyira nem volt nagy a választék, még nem volt az, hogy versenyeztek egymással, a, vagy egy idő után persze azért előfordult néha, hogy ugyanakkor, ugyanakkor ment le két különböző adón, két sorozat, amit szívesen megnéztél volna, de nem volt így elárasztva, nem volt így elárasztva, nem volt így felhígulva mint manapság. Tehát azért most szerintem a minőség romláshoz az is nagyban hozzájárul. Egy, hogy nagyon próbálnak kedvébe járni a bizonyos Nézőknek, nézői csoportoknak valaminek a készítők, tehát hogy nincs nem, nem koncepciójuk van, hanem csak ki akarják nyalni a nézőknek a hátsó fertáját, meg, meg egyszerűen túl sokat gyártanak manapság ahhoz, hogy, hogy tényleg legyen idő átgondolni azt, hogy mit csinálnak. Azért régen ez nem volt ekkora sietség belőle, kevesebb film, kevesebb sorozat készült azok a jobban el voltak találva, én azt érzem. Inkább volt művészi tevékenység, mint gyártósori munka. Benne, igen, 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 igen. Ismételjük, 65-ször láttad már ezt a plotot, csak egy más köntösben. Sokszor csak látvány van, tartalom nincs. Tehát, hogy, hogy egyszer már nem tudják, mihez kezdjenek, csak ki lehessen adni még egy újabb sorit, mert hát a másik streaming is kiadott, az elmúlt egy hónapban kiadott 20 új sorozatot, akkor nekünk is kell legalább 10-zel előrukkolni, de inkább 20-szal. És egyszerűen már nincs mit mondaniuk. Tehát, hogy akkor a túltermelés van, én azt érzem, sorozatokból, és időt sincs kielvezni. Nem tudom, ti élveztétek ezt a dolgot, hogy ilyen hetente jött ki egy rész, és nem nem az volt, hogy darálom streamingen? És jó volt várni, nem? Nem, hogy én akkor... abszolút hiány, hiányolom ezt az érzést, igen, és, a, és teljesen azt érzem én is, hogy, hogy inkább arról szól, hogy minél több minden legyen, minél nagyobb legyen a tartalmak mennyisége. Aztán itt a csomag választatsz, hú, milyen sok minden megnézhető nálunk. Ez nem jelenti azt, hogy most nem készülnek minőségi ö, műsorok vagy sorozatok, mert igenis vannak olyan témák, amik ugye most aktuálisak, mert azóta nagyon sok minden változott, bejött a sokkal szélesebb, széleskörű internet, mobil, olyan applikációk vannak, amik szóba se kerülhettek még a 90-es években, hogy nekünk lesz ilyen és tehát van mit feldolgozni. Azért nagyon sok változott az elmúlt húsz évben, csak nem, úgy nyúl, nem mindig úgy nyúlnak hozzá. Vagy mindenki egyszerre rá. rá. Nehezen találod meg, egyszerűen akkor az zaj, hogy nehéz benne bármit megtalálni. Persze. Tehát önne nehéz eldönteni, mit, mire érdemes feláldozni az idődet. Hát a bőség zavara az ezt okozza, és persze nem indulhatsz ki abból, hogy mi a legsikeresebb éppen az adott streamingen, vagy az interneten mi a legfelkapottabb, mert attól te még nem fogod szeretni a Game of Thrones-t, mert, mert mindenki azt nézi, tehát hogy így az aktuális sorozatot, ami, ami, amiben az összes barátod benne van, mert mindegyik őjük azt, azt otthon. Lehet, hogy neked pont nem fog tetszeni. Erre semmi garancia nincsen. De reméljük azért a kedves hallgatóknak tetszett ez a mai rész, a retrozabálók mai epizódja, és nem bánták meg, hogy az idejüket ránk áldozták. Új retrozabálókkal legközelebb majd február 9-én jelentkezünk. Farkas Katalin Mila, Mogyorósi István és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.